Ez itt a Sláger TV híradó, a magyar Sláger TV hírműsora. Szép napot mindenkinek, én Szili vagyok. A Sláger híradóban beszámolunk a zenei világ legfrissebb történéseiről, belesünk a kulisszák mögé, nálunk a zenészek elmondhatják a véleményüket, és ha kell, tisztázzuk a hamis híreket is. A mai adásban érkezik Kökény Attila, hogy az év vége egyik legnagyobb zenei eseményéről meséljen nekünk. Jön Pataki Attila, aki elárulja, mi az az egyetlen dolog, ami a hosszú távú siker záloga. Illetve stábunk kint járt Szekeres Adrián sajtótájékoztatóján, ahol a frissen megjelent szimfonikus albumáról faggattuk. Bármilyen hihetetlen, betöltötte a negyedik X-et is a 100 fok Celsius. Az ország első számú country zenekara ez alatt a 40 év alatt több mint 10 000 koncertet adott világszerte. Vajon magyarok vagy külföldiek veszik kint jobban a világhírű zenekar klipjeit, hogy hogyan fér össze a country és a mesevilág, és mit szólnak a sokat megélt zord tisztek, ha egy laktanyabeli fellépésen kimarad a paffa bűvös sárkány? Ezekre a kérdésekre most mind választ kaphatunk a 100 fok Celsius énekesétől és főnök Kétől, Orbán Józsitól. Mint egy álom, olyan ez a hely, hatalmas hegyekből gyors folyók indulnak el. Az élet elsodott, de vár a szülői ház, a gyermekkorom is visszatér, újra élem a sok csodát. Ez alatt a 20 év alatt azért egy 10 000 élő koncertet megcsináltunk a világban. Szoktam mondani a közönségnek, hogy túl vagyunk a 10 000. Élő koncertünkön, és vannak olyan híres magyar énekesek és zenekarok, akik még egyen sincsenek túl. Szeretnénk két lemezt kiadni, egy gyerek, ékeknek szólott, és egy felnőtteknek szólott. Készen vannak, majdnem minden dal készen van. Be is ígértem már egy-két televízióba, de hát még a támogatókat várjuk. Tehát az nem olyan egyszerű dolog manapság ugye kiadni egy kiadványt, reklám nélkül, meg minden nélkül, és aztán szeretnénk ezt megünnepelni, ezt a 40 évet egy hatalmas nagy koncerttel. Új nótákat immelámmal fogadja el a közönség. A bevált nótákat el kell játszani. Például jó múltkor játszottunk egy laktanyában. Most gondolhatod, hogy a laktanyában ugye férfi emberek vannak. Az első két sorban ültek a tisztek, és néhány feleség ott volt. És elhatároztuk, hogy felnőtt műsort játszunk, meg az amerikai műsorban egy pár nótát, és a végén kikövetelték a Túró Rudit, a Paffot, a Horgaszt, el kellett játszani. Nincs mese. Sehol nem látogattuk meg a kinti magyarokat, pedig Amerikában jó sokat játszottunk, soha nem játszottunk amerikai közönség előtt, illetve magyar közönség előtt csak amerikai előtt. Németországban németeknek játszottunk, Hollandiában hollandok, magyaroknak soha nem játszottunk, nincsenek jó tapasztalataink. Azt mondod, hogy a külföldiek viszont ismerik a dalaitokat? Ez így van. Sőt, múltkor találkoztam egy csávóval, most láttalak bennetek a tévében Ausztráliában, például. Szóval nincsenek jó benyomásaink a magyarokról, mert hogy hát sok rossz tapasztalat, vagy véletlen tapasztalat. Az, hogy játszottunk egy Anti-Club című helyen, ahol minden világsztár játszott, mert hatalmas siker volt, vagy mit tudom, és kiültünk a pulthoz, és egyszer csak magyarok, oda jött két csávó, mit isztok? Hát mondom, sört iszunk, 8-at kérek, én a fizetésre került a sor, már el is tűntek. De ezt sorolhatnám egyébként az ilyen történeteket. Gyakorlatilag ez lenne a terv, hogy egy ilyen monster turnét csinálnánk, és annak a megkoronázása lenne az, hogy egy nagyobb szabású történeteket sok meghívottal megcsinálnánk, és hát ez megkoronázna az egész történetet. De ez már valószínűleg csak jövőre fog megtörténni, de ennek ellenére a 40 évest fogjuk ünnepelni. Paf a bűvös sárkány, senkitől se félt,
Álomország tengerpartján játékok közt élt. Örökké él a sárkány, nem úgy egy kisfiú, színes tollakkal nem játszik a felnőtt ifjú. Egy szürke éjjel aztán Jani nem jött többé el, és a sárkány otthon maradt, bár várta a tenger. Pár perc múlva érkezik hozzánk Pataki Attila, előtte azonban jön Szekeres Adrien, aki igen régóta kacsingat a komolyabb műfajok felé. Az énekesnő tavaly Andrea Bocelli vendégeként színpadra is állt két dal erejéig, és ez a fellépés megerősítette abban, hogy az opera világában is érdemes egy nagyobb kirándulást tennie. A díva 7 év után most új albummal jelentkezett, amelyen szimfonikus zenekari kísérettel kalandozik a legkülönbözőbb műfajok között. Bence Attila és a Sláger TV stábja az album megjelenése alkalmából tartott sajtótájékoztatóján faggatta ki a részletekről Szekeres Adrient. Amikor a vállamon ül a csend, keresem az utat, hogy merre ment. Az a buta nagy szerelem, mi éjjel az egekig repít. Tudom, hogy a pillanat mitől szép, az örömünkben ott van az örök lét. Az a buja vadlobogás, mi téged is engem is hevít. Azt éreztem, hogy zeneileg sokkal több vagyok, vagy színesebb az egyéniségem, és nagyobb az érdeklődésem, mint hogy csak és kizárólag popzenét énekeljek, és mindig keresem az új feladatokat, kihívásokat. Természetesen tanulok énekelni 20 éve körülbelül, és akkor azt gondoltam, hogy elkalandozom egy picit az opera klasszikus zene irányában, hiszen az is jellemző volt már korábban is, hogy nagyon sok koncertet adtunk, ami szimfonikus zenekari kísérettel szólaltatta meg a dalaimat, és azt gondoltam, hogy valahogy adja magát a helyzet, hogy akár megszólaltassunk így egy opera áriát is. Én így vagyok teljes, tehát hogy ez a, mint ahogy hallgatok otthon jazzt is, és néha rockzenét is, azt gondolom, hogy ezek a dolgok nem jobbak vagy rosszabbak egymásnál a zenei stílusok, hanem lehet jól csinálni, meg lehet rosszul csinálni, és lehet úgy, hogy az embert megérintse. És nem mondom azt, hogy minden opera megérint, mint ahogy minden popzene sem érint meg. Viszont egy dolog biztos, a könnyű zenében, mint popénekesnő, más is izgat, mint az operában. A könnyű zenében, a saját dalaimnál maga az alkotási folyamat, és az, hogy a saját érzéseimet fogalmazhatom meg. Bízva abban, hogy majd lesznek akik erre fogékonyak, akik erre nyitottak, az egy egészen másfajta feladat, és amikor én kislány voltam, akkor én arról álmodtam, hogy majd nekem saját dalaim lesznek. És ez nem múlt el. Tehát amikor azt mondtam most a sajtótájékoztatón, hogy azt gondoltam, hogy választani kell, az volt egy nagyon nehéz időszak, mert én azt gondoltam, hogy nem tudok választani. Mert az olyan, mintha az embernek az egyik ujját levágnák. Tehát, hogy ez így mind én vagyok, mind Szekeres Adrien vagyok. És ja igen, hogy nem volt ilyen, hát akkor majd lesz. Csak hát ehhez, tehát hogy nyilván az ember százszor megrágja, illetve hát én ilyen típusú vagyok. Mire ez a dolog kikristályosodott, és még megmertem lépni egy olyat, amit nem szokás. Még csak lélegzel, a szépet éleszt fel. Én nem fogok elmenni az operába meghallgatásokra. Én nem szeretnék kvázi operaénekesnő lenni, és azt mondjuk egy estén át egy szerepben tündökölni. Ezt emberek nagyon sokáig tanulják, és sokkal jobban csinálják nálam. Én szeretném az embereket egy picit megkínálni olyan stílusokkal, amik,
akikkel lehet, hogy nem találkoznak. Ugye eleve az, hogy szimfonikus lemezt csinálunk, már behatárolja azt, hogy hova juthat el élőben. Tehát általában a nagyobb városokban van erre lehetőség. Ezen a lemezen most oda visszük bárhova, bármilyen pici nappaliba az ország bármelyik részére ezt a hangzást, ezt a stílust, és hogyha néhány embert ez megérint, akkor ott van az opera kapuja nyitva áll, és én nagyon boldog vagyok, hogyha olyan visszajelzéseket kapok, hogy az emberek besétálnak az opera kapuján is. Legyen az életünk örök lány. Most élvezem ezt, hogy ez van, nagyon örülök annak, hogy ez megszülethetett. Valóban nem volt egy egyszerű feladat, egy egész szimfonikus zenekarral fölvenni egy lemezt, a győri félharmonikusokkal készítettük, és én azt gondolom, hogy vagyunk annyira kreatívak és nyitottak, hogy majd jönnek a következő inspirációk, és biztos, hogy valami lesz. Hamarosan érkezik hozzánk Kökény Attila, aki az évvége egyik legjobban várt popzenei eseményéről beszél nekünk. Előtte azonban egy kis rock. A Bakancsos Edda ugyan alig pár évet élt meg, azonban kitörölhetetlenül beírta magát a hazai rockzene nagykönyvébe. A megújult csapatban akkor nem sokan bíztak, azonban Pataki Attila és társai immár több mint három évtizede újra és újra bizonyítanak a rajongók felé. Az énekes szerint a folyamatos sikerhez mindössze egyetlen dolog kell. Ja, hogy mi is ez, elárulja most nekünk Pataki Attila, de természetesen szóba kerül a frissen megjelent Edda könyv is. Mi vagyunk a rock, mi vagyunk a szélek, kérhetnek bármit, ha kérhetnek szépen. Mi vagyunk a rock, mi vagyunk a szélek, ha kérhetnek bármit, ha kérhetnek szépen. Mennyivel más érzés egy könyv egy zenész kezében, mint egy CD, egy zenei hordozó? Hát sokkal nagyobb időszakot ölel föl. Tehát egy CD-nek, legalábbis a mi életünkben is az abban a tempóban, hogy én élem a rock'n'rollt, azok olyan két éves időszakok. Mi legalábbis két évenként hoztuk ki, és összegeztük a dolgainkat, formáltuk át zenévé, meg szövegvilágá, és elfogyasztható zenévé, vagy tettük fogyasztatóvá. Ez a könyv, legalábbis ami a kezemben, ez pedig az elmúlt 30 évet öleli át. Persze visszanyúlik az a kezdetekhez, hiszen nem lehet másképp ez, de az a legnagyobb boldogság, hogy megszólal benne a négy zenésztársam, és ők elmondják, hogy élték meg az elmúlt 30 évet. Tehát nem sajta, újságok, egyébként minden kis ferdítő, kisebb nő ferdítésekkel, ahogy mi megéltük. Plusz én meg úgy döntöttem, hogy akkor hadd szóljon, és ezért van aláírva a könyv alá, hogy 42 év titkai, mert azért egy-két olyan dolgot is elmondok, amiről 42 évig hallgattam. Ez abszolút olvasható, 12 éven alul nem annyira ajánlott, de hát ma már, amikor a 13 éves fiam a barátaival összeülnek, és olyat behajolok, hogy mit néznek, akkor miről beszélünk? Te egy műfajt teremtettél, magad pedig egy élő ikon vagy. Milyennek a titka, Attila? A legfontosabb az, amit akkor ott felfedeztem magunkban a kezdeteknél, aztán útközben soha nem veszítettük el, csak ráerősítettünk, és most is megvan, a birtokunkban van az a szenvedély. Tehát anélkül el ne kezdje senki ezt a szakmát, mert úgy ledobja a színpad a hátáról, mint a sic. Tehát csak mondok egy nagyon érdekes eklatás példát, minden januárban összeülünk és írjuk összesítjük a műsort, hogy körülbelül mit játszunk, ott van a 16-18 kötelező, mindig egyel több, és azért a plusz 7 dalért birkozás van a zenekarban, mindenki szeretné valamelyik dal álmát bele, vagy amelyik dalt ő szereti bele, vagy belepasszírozni.
és ültünk és dumáltunk, brekegtünk minden, és egyszer csak éreztem, hogy majdnem anyádozunk. Hogy azt hogy lehet, hogy az nem áll, miért nem, és akkor majdnem bepipultam, amikor a belső hang megszólalt bennem, hogy nyugi, bolond vagy, hát itt van a kincs. 60 körüli palik vérre mennek azért, hogy mi lesz a műsorban. Hát nem megtehetnének, hogy azt mondanák, hogy Attila, írd össze, hát úgyis te énekel, tudunk kb. 120 dalt, azt játszok, amit bemondasz, és nyomjuk, és kész. Nem, érdekli őket. Én rájöttem arra, és az én legnagyobb kincsem, nem is én, az asszisztensem Johnny, aki 18 éve jár velem, hogy azt mondta, hogy tudod mi, azt mondja, az ami legfontosabb érték a te létezésedben, nekem mi? Nem tudtam mi. Szóval amikor nézem, hogy pakolsz össze, és úgy készülsz minden bulira, mint az első randevúdra. A zenekarban van egy egészséges, demokratikus diktatúra. Tehát mindenkinek meghallgatom a véleményét, de dolgokban, különösen a színpadon történüléseknek a sorrendjében, egyébként ideológiájában mindenben van, én döntök, kész, és vállalom is. De nagyon fontos az, hogy nekünk, ahogy mondta, minden albummal azon van legalább 3-4 sláger. Egyet mindenképp be kell rakni, tehát növekszik a kötelezők száma. Én el nem követem azt a hibát, amit Mick Jagger elkövetett, amikor 40-valány éves volt, nem tudom pontosan, és azt mondta, hogy hát ő egyszerűen kinyírja magát, ő öngyilkos lesz, a 60 éves korában a Satisfaction-t kell nyomni. Hát, drága Jagger, nyomnod kell a Satisfaction-t. Én nem követek el ilyen hibát, én ezer örömmel játszom, hogy ha kell, 80 évesen is a kört. Például, hogy az Éjjel érkezemet, vagy a Gyere őrültet, vagy bármelyik dalt örömmel. Így aztán megvan ez a 16-18, megvan a műsor váza. És természetesen figyelme azt, hogy melyik égtájon, hol, én tudom azt, hogy körülbelül mikor játszottunk ott. Ha egy olyan helyre megyünk, ahol kihagytunk 5 évet, akkor biztos nem kezdem el minden állam erőltetni az új lemez új dalait, vagy ebbeket minden, hanem nagyon rugalmasan helyezem, és figyelek, ott is figyelek még a reakciókra. Tehát én megtehetem azt, hogy egy srác nyakában meglátok egy lányt, és formál, és azt mondja, hogy akkor, uraim, pillanat, nem, érzés, állom négy és már nyomjuk. Hát ez a rockzene a pillanat varázsa, ez a csoda. Az idei év vége egyik legjobban várt popzenei eseménye kétség kívül Kökény Attila nagy koncertje, ahol az énekes az ismert dalokat egy komplett szimfonikus zenekarral adja elő. De a színpadra lép számos sztárvendég is, többek között Keresztes Ildikó, Radics Gigi és Attila kisfia Kökény Lalika is. A koncertről és az ott elhangzó zenei csemegékről mesél most nekünk Kökény Attila. Rágondolok és a sírás folytogat, ha behúnyom szemem, még látom arcodat, hallom a hangot, s érzem az illatod, mintha még mindig itt lennél, arabod vagyok, az emlékek még mindig magukhoz láncolnak, fogva tartanak, s a múlthoz kötnek. Van-e most fontosabb dolog az életedben, mint a koncert? Azt kell erre mondjam, hogy mielőtt felkelek, tehát álmomba is az jár a fejembe egyébként, semmi más dolog nincs most fontosabb az életemben, mert hogy ugye még nekem ilyen nem volt, és olyan lázba vagyok, hogy amióta tudom, azóta a jó volna nem is alszom. Rád gondolok és a sírás folytogat, szeretném újra simogatni arcodat. Ahova megyek, ott mindig telt ház van, tehát bárhova megyek énekelni, még olyan nem volt a 6 éve, hogy igazából 10-20 embernek énekeltem. Nyilván éneklek 10-20 embernek, és nincs ezzel gond, de általában amik meghirdetett bulik voltak, ott mindig telt házam volt. Én nagyon reménykedem benne, hogy az emberek szeretnek, mert igazából én egész évben más se csinálok, csak őket szeretem. Tehát igazából én adok nekik, nyilván most meglátjuk, hogy mit kapok tőlük. Bár
teljesen másképp készülök erre most már, nagyon-nagyon odafigyelek a hangomra is. Azért nagy részben én nem nagyon foglalkozom vele, de most eldöntöttem, hogy elmegyek énektanárhoz is picikét. Tehát nyilván, hogy egy picit úgy letisztult legyek, és tényleg sokat pihentetem a hangomat. Másik része meg az, hogy ugye ez egy szimfonikus zenekarra lesz, és teljesen másképp lesznek a dalok, mint a megszokottan, amikor elmegyek és fellépek. Tehát persze nyilván teljesen másképp készülök erre. Próbálok szabadul is eltépni a kötelet, és felenni, hogy mennyire szerettelek. Azon gondolkodtál-e már, hogy amíg a backstage-től a színpadig mire kiérsz, mit fognak lepörögni az agyadban? Nagyon remélek, hogy el tudok a lábamon menni odáig, abban reménykedem egyébként, mert már otthon mondják a családom, a feleségem meg a gyerekeim, hogy már most stresszelek erre, és már ők most féltenek ettől engem, hogy mi lesz velem ott, mert én azért ismerem magam, amikor nagy dologra készülök, azért valljuk be, szerintem minden előadónak az életében, amikor nagy dologra készül, azért ott van bent az a bizonyos adrenalin, ami dübörög olyankor a szívébe, az erejébe, a lelkébe, mindenbe. Hát nem tudom, én nagy levegőket fogok venni, és előtte imádkozom egy jó nagyot, hogy minden sikerüljön. A város nyüzsgő óriás, mindenki rohan a dolga után, de van egy srác a téren, aki csak egymagában áll. Nagyon remélem, hogy nem jön rám a sírás, akkor nem fog tudni énekelni. Tehát én nem tudok kicsit sírni. Ha sírok, akkor krokodilkörnyekkel sírok, és akkor viszont hang nem jön ki a torkomból. Úgyhogy hát nyilván nagy meghatódás lesz számomra, meg belül minden rombolni fog nekem, de hát nagyon-nagyon remélem, hogy ezt így végig fogom tudni csinálni sírás nélkül. Ha egyszer hallod ő, a legjobb utca zenész, kérlek dob bele a kalapjába egy kis pénzt. Akik fel fognak lépni, ugye a Radics Gigi lesz, a Keresztes Ildikó, Veres Mónika Nika, Sing Viki, és hát ugye az én nagy szerelmem, a kisfiam Kökény Lalika. Megáll sok ember a télen, már ők is hallgatják, és a tapsokat az utcakövek visszhangozzák. Mikor és hol lesz, amire legjobban készülsz? December 29, Szimacsarnok, este 7 órai kezdés. Aki tehát kíváncsi Kökény Attila nagy koncertjére, az december 29-én a budapesti Szimacsarnokban részese lehet ennek a nem mindennapi eseménynek. Én pedig köszönöm figyelmüket, hiszen mára ennyi volt a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk péntek reggeltől megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán. Mára ennyi volt, de ne feledjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból még mindig nem elég. A viszontlátásra!